Idén első alkalommal hagyományteremtő szándékkal rendezi meg a Vörösmarty Színház a Fehérvári önkormányzat támogatásával a METET, a Művészeti Egyetemek találkozóját. Úgy gondolom, hogy egy több mint 1000 éves város az nem maradhatott volna fönn, hogyha nem lettek volna az adott időpontokban olyan értékek, amelyeket aztán a következő nemzedék továbbít, de egyúttal egyébként ki is egészítette a saját generációs értékeivel. Így jutottunk el a máig. És alapvetően ez a fesztivál nem szól másról, mint hogy megadjuk a fiataloknak a lehetőséget, a jövendő művészeknek a lehetőséget, hogy itt Fehérváron egy fesztivál keretében, miközben reményeim szerint jól is érzik magukat, közben megmutathatják, hogy mit gondolnak a világról, mit tanulnak az egyetemen, a főiskolán, hogyan képzelik el a saját jövőjüket, és ezt hogyan mutatják meg művészeti alkotásokon, kortárs művészeti alkotásokon keresztül. Ezért örültem nagyon az ötletnek, amikor fölmerült a színház részéről, hogy egy ilyen fesztivált érdemes lenne elindítani, és azért is, hiszen tudjuk, hogy Pécsnek mit jelent a poszt, és úgy gondolom, hogy a következő évek munkájával itt a fiatalok számára egy olyan fesztivál hozható létre a kultúra területén, amely azokkal a hagyományokkal fog bírni. Itt egy régi hagyományt most gyakorlatilag megmentünk, ami Szentendréhez kötődött. Én bízom benne, hogy a következő évtizedekben most már ez a úgynevezett MET, ez a találkozási pont, találkozási lehetőség és fesztivál itt Fehérváron kerül minden tavasszal megrendezése. Részben ez most már kezdve a fiatalokon múlik, mi a kereteket tudtuk biztosítani. Művészetpártoló emberként miként látja a művészet jövőjét Székesfehérváron és általában? Én azt tapasztalom, mi azt tapasztaljuk, hogy jó úton jár, ugyanakkor van még tennivaló bőségesen. Igen, ez mind a kettő igaz. Én úgy gondolom, hogy a művészet előtt is mindig ott vannak a kor kihívásai. Legyen az technikai kihívás, legyen a világ nagy kérdéseinek kihívása, és ennek nyilván a művész emberek számára is meg kell, hogy legyen az üzenete nekik, meg valamilyen jellegű válaszokat kell tudni erre adni. Amit én látok és meg tudok állapítani, nem művészként, legfeljebb kultúrát, művészet szerető emberként, hogy rengeteg a tehetséges fiatal. És nekünk szerintem dolgunk, hogy ezeknek a tehetséges fiataloknak adjunk fellépési, bemutatkozási lehetőséget. Ez a fesztivál is részben erről szól, egy gyönyörű barokk belvárosban, egy városban, amelyiknek a kulturális élete folyamatosan fejlődik, szüksége van fiatal művészekre, úgyhogy kicsit én abban is reménykedem és bizakodom, hogy az itteni művészpalánták egyike másika néhány év múlva már felnőtt művészként adott esetben itt fog alkotni a városunkban. Péntektől vasárnapig az öt budapesti művészeti egyetem, a színművészeti, a képzőművészeti, a táncművészeti, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem és a Zeneakadémia, valamint vendégként a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara diákjai találkoznak a Vörösmarty Színházban. Elég érdekes az, hogy az elkövetkezendő napokban több száz diák alkotását látjuk, vagy adott esetben nem az alkotását, csak őket magukat. Ezeknek a diákoknak, akik itt majd megfordulnak, a nagy közönség felé még se neve, se arca nincs. De ott vannak közöttük azok, akiket meggyőződésem szerint néhány éven belül a nevét megtanulja egy ország, és az arcát meg fogja ismerni. Tehát a jövő nagy művész generációja van itt elrejtve, itt járkálnak közöttünk, még nem tudjuk, hogy melyik az, de ott van közöttünk. Tehát ez egy végtelenül izgalmas helyzet. A másik, hogy meggyőződésem szerint ez a néhány nap, ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a gyerekek valami olyasmit kapjanak itt, amit az egyetemen nem kapnak. És az, hogy kiléphessenek a saját műfaji korlátaik közül, és adott esetben rácsodálkozzanak egy táncos mozdulatára, egy képzőművész látványvilágára, vagy egy filmesnek a témájára, vagy témaválasztására. Mert itt van talán az egész művészeti egyetemek találkozójának a legizgalmasabb kérdése, és ez a világ látása. Én 40 éve csinálok színházat, és így vagy úgy látom a világot. Meggyőződésem, hogy ezek a gyerekek azt a világot, amiben én élek és részese vagyok, egészen másként látják. Tehát engem például a következő napokban pontosan az érdekel, hogy ők, a jövő nemzedéke hogyan látja ezt a világot. Mert ez a világ olyan lesz, amilyennek ők ezt ma látják. Belekapaszkodva a gondolatsor első felébe, Székesfehérvár már, mint a Vörösmarty Színház is bizonyít egyik oldalról, hiszen azt nagyon jól tudjuk, bár a Kaposvári Egyetem most nincs itt, hogy a Vörösmarty Színházban igenis számítanak erre, ezekre a fiatalokra. Ez a jövő útja?
Igen, ez a jövő útja, hiszen a színház mindig is egy integráló intézmény volt. A színház a maga műfaji totalitásán belül integrálja a zenét, a képzőművészetet, a zené, a táncot és a színművészetet természetesen. Tehát ez az integráló attitűd az, ami, hogy mondjam, eleve egyértelművé teszi, hogy egy ilyen rendezvény színházban hozzunk létre, színház adjon neki hajlékot. Különösen igaz ez egy olyan színházra, ami hivatásszerűen kinyitja a kapuit az élet felé. Mi nagyon szeretjük azt, ha a kapuink nyitva vannak. Ha bejön a tavaszi szél, és ezt a tavaszi szelet most ne költői metaforaként értelmezzük, hanem egyszerűen bejön a fiatalság, bejön az élet maga, mert ez a színház egyik funkciója, behozni az életet. A Teátrum összművészeti, kreatív művészeti találkozó létrehozásával a különböző művészeti intézményekben alkotói útjukat kereső diákoknak kínál széles spektrumú bemutatkozási lehetőségét, és ennek szívesen adott otthon Székesfehérvár. Rövid távon mindenképpen a kulturális élet pezsgését, fölpezsdülését, hiszen minden nagyon hirtelen pezseg, fölpezsdül, amikor fiatalokról van szó, különösen így van ez szerintem a művészeti élet területén, hiszen az ország különböző művészeti egyetemeinek hallgatói, akik ma, holnap és holnap után itt lesznek nálunk Székesfehérváron, hogy a saját művészeti területük való munkásságukat, gondolatiságukat, filozófiájukat, alkotásaikat, képességüket, tudásukat bemutassák nekünk, egymásnak, az egyetemek egymásnak, az egyetem hallgatói egymásnak, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és bemutassák a székesfehérvári diákoknak. Nyilván azért Székesfehérváron alapfokon, középfokon van művészeti élet, képzőművészetben, zeneművészetben, ott vagyunk a táncművészetében, tehát sok-sok művészeti területen, úgyhogy én azt gondolom, hogy a mi gyerekeink, a mi diákjaink, a mi fiataljaink is nagyon szívesen fogadják ezt, de ezen túlmenően én azt gondolom, hogy ez minden generációhoz szól, azokhoz a generációkhoz, akik odafigyelnek arra, hogy a fiatalok hogy gondolkodnak a világról, és ehhez a művészet egy eszköz. Ez a rövid távú. Tehát ezeknek a napoknak a pezsgése, az izgalma, a jó hangulat a városban, és szerintem van egy hosszabb távú befektetése is ennek, hiszen ezt nem itt és most egyszer szeretnénk megrendezni, hanem szeretnénk ezzel egy hagyományt elindítani, tehát a MET Székesfehérváron, ami én azt gondolom, hogy a jövő évben és az azt követő években is sokkal közelebb hozhatja nem csak Székesfehérvárhoz a művészeteket, Székesfehérvár gazdasági szereplőihez is akár, gondoljunk csak mondjuk a formatervezésre, hogy mennyire a gazdaság különböző területei, mennyire szimbiózisban vannak a formatervezéssel, úgyhogy szerintem mi itt ma még nem is látjuk, hogy ez hova vezethet. Én nagyon remélem, hogy nagyon-nagyon sok muníciót tartogat ez Székesfehérvár városa számára is, és hát mindenkit ezúton is, aki még esetleg nem hallott róla, met@vörösmartiszínház.hu, menjenek fel, nézzék a programokat, regisztráljanak, hiszen a programok ingyenesek, nagyon-nagyon sok izgalmas csemegét lehet közöttük találni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez Székesfehérvár minden generációja számára az elkövetkezendő napok nagyon izgalmas órákat, pillanatokat szereznek majd. A fiatal művész generáció képviselői egymással találkozva alkotói közösséget is formálhat, emelte ki M.Tóth Géza, a Színház és Filmművészeti Egyetem rektora. Mivel lehet ide érkezni? Tehát tényleg azzal, hogy legyünk együtt, nézzük egymás munkáját, beszélgessünk, találkozzunk, sőt, készítsünk is ugye közös produkciót. A záró produkció majd vasárnap egy olyan esemény lesz, ami itt a fesztiválon fog elkészülni. Minden ilyen fesztiválnak a produkció bemutatásán túl, sőt, talán azok előtt a legfontosabb hozadéka, hogy a művészek találkozhattak. Zenészek, színészek, filmesek, képzőművészek, és együtt lehetnek néhány napig, barátságok köttethetnek, tudhatnak egymásról, és hát nagyon hálásak vagyunk a városnak és a színháznak, a városvezetésnek, a színházvezetésének, hogy ezt a lehetőséget biztosítja. Hol tart ma a művészeti oktatás Magyarországon? A művészeti oktatás hasonlóan a többi felsőoktatási részterülethez
magas szintű, de nagyon nehéz helyzetben van. Egy rendkívül alulfinanszírozott területről van szó. A Színházis Filmészet Egyetem is évek óta nagyon-nagyon komoly kihívásokkal küzd ez, emiatt, de azt gondolom, hogy a hallgatók tehetsége, szorgalma és hát a kollégáknak az elkötelezettsége azért túl segít ezen a nehéz időszakon is. Itt is nagyon sok produkcióval vagyunk, tehát a Színházis Filmészet Egyetem színházi előadásokkal is, hárommal, az Alhangyával, Pixellel és a Bachásnőkkel, illetve két filmes blokkal, több workshoppal, ezen kívül még koncertet is hoztunk, többet, illetve egy negyedéves hallgatónk rendezi a záróeseményt is. A színház számára kiemelten fontos, hogy ez a folyamat a dinamikusan fejlődő, az újítások iránt fogékony Székesfehérváron jöjjön létre, mondta Hargita Iván, a Vörösmarty Színház rendezője. Igazából nyilván egyrészt egy megmutatkozási lehetőség az egyetemeknek, ez egy vagy úgy, hogy csak egy előadást hoznak, vagy úgy, hogy workshopokat csinálnak. Nagyon, nagyon szívesen várjuk azokat a fehérváriakat, akik szívesen részt vennének ilyen dráma, instruktori, nem tudom, előadásokba, táskakészítő műhelyekben. Magyaros Éva például, ő viszont képzőművész, ő például rajzokat segít bírálni és tovább fejleszteni. Tehát, hogy egyrészt megmutatják magukat a fehérváriaknak, részt lehet ezekben venni, ezekben a közös munkákban, de azért volt ennek egy még átütőbb gondolata, hogy ezek a tehetséges fiatalok egymásról nem nagyon tudnak. Ugye az köztudott, hogy ezek a művészeti egyetemek azért drákói szigorral dolgoznak ezeken az egyetemeken belül, nagyon komoly fegyelemmel csinálják ezt a látszólag bohém hivatást, hogy művészet, azért ez hallatlanul fontos koordinációk és fegyelem mellett működik, és éppen ezért nincs idejük, hogy egymásról tudjanak. Márpedig ahhoz, hogy egy művész igazán egyfajta professzionális és érzéki, mesteri szinten művelje a saját műfaját, az nagyon kevés, hogy csak a saját műfaját ismerje. Tehát egy táncművészetisnek illik ismerni, hogy mi folyik a Színművészeti Egyetemen, a Zeneakadémistának azt, hogy mi van a MOMÉN. Ezt tudni kell, mert ez ad egy olyan fajta speciális horizontot nyit számukra, ad egy olyan speciális tudást és érzéki impulzust, amit máshonnan nem kap meg. Tehát a társművészeteknek kötelező egymásról tudni, évközben erre nincs idő, és mi azt gondoltuk, hogy össze lehet kötni azt, hogy ezek a társművészetek, egyetemisták továbbfejlődhessenek, megismerhessék egymást, kapcsolatok jöhessenek létre, amiket akár a közel, akár a távol jövőben kamatoztatnak. Másrészt pedig hát nyilván egy fantasztikus lehetőség, hogy megmutassák magukat Székesfehérvárnak, ami a egyik legizgalmasabb vállalásunk ugye az, hogy itt akár 2-3 nap alatt készüljön el valami fajta munkaprodukció. Tehát nem kell késznek lennie, de dolgozzon együtt egy filmes, meg egy képzőművész, meg egy festőművész, és hozzanak létre valamilyen fajta produkciót. Tehát konkrétan kezdődjön el egyfajta munkakapcsolat közöttük. Tehát kivételes a lehetőség, és kivételes az is, hogy itt találkozhatnak így együtt. Hol tartanak ennek tükrében a művészeti egyetemek ma Magyarországon? Kérdezem ezt azért tőled, hiszen azt tudjuk, hogy a tehetségkutatásban, gondozásban és felkészítésben is jeleskedtél, mind a mai napig, hiszen számtalan olyan produkciónak voltál és vagy részese, ahol fiatalok tanulhatják meg az alapvetéseket, sőt azon túl is. Hát az iskoláknak fontos, és szerintem remek tanárok vannak ezekben az iskolákban, nem is ez a kérdés, hanem még egyszer mondom, hogy ez a fajta horizontnyitás, ezt ismétlem ezt a történetemet, de nagyon fontosnak tartom, hogy amikor kutatták azt, hogy mitől volt olyan rengeteg Nobel-díjas a 20-as, 30-as, 40-es években Magyarországon, hogy ez a matematika, kémia, fizika területén, akkor kiderült, hogy nem csak azért, mert remekül csinálták a hivatásokat, és nagyon komolyan vették, hanem ezek a tudósok délutánonként leültek a kávéházba, és ott festőművésszel, szobrásszal, zeneszerzővel beszélgettek. Olyan gondolati impulzust kaptak, ami közvetve elképesztően segítette az ő gondolkodásukat, kutatási területüket, hiszen egy egészen másfajta gondolkodási pontból tudták a saját problémáikat megközelíteni. Tehát itt azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus lehetőség, hogy itt egyszerre látnak fehérváriak egészen különböző műfajokat, és ezek a műfajok megtalálkozhatnak egymással is. Tehát ez egy nagyon, nagyon izgalmas találkozási pont lehet. A Kaposvári Egyetem hazai csapat, úgymond, bizonyos értelemben, ők miért és hogyan készülnek erre?
A Kaposvári Egyetem most nincs benne, igazából 6 művészeti egyetem van benne, és így nincs benne a Metropolitan művészeti, vagyis hát a Metropolitan Egyetemnek van olyan szakterülete, ahol ezzel művészettel foglalkoznak, animáció, filmkészítés. Hát igazából ez még egy szűkebb keresztmetszet, mert a későbbiekben szeretnénk, hogyha ez a határon túli művészeti egyetemekre is kiterjedne, sőt nagyon jó lenne, hogyha pár éven belül nemzetközivé válna, és más külföldi országokból művészeti egyetemeket, tehát idegen nyelvű, nem a magyar ajkú határon túli egyetemekre gondolok, hanem Németországból, Franciaországból, más kontinensről jönnének művészeti egyetemek. Hát ez egy óriási lehetőség, mert a videó, az internet, az persze természetesen egy csodálatos dolog, és így láthatjuk egymást elég könnyen, de hát óriási különbség van a személyes kapcsolatok és személyes élmények között, meg a közvetlen élmény között, mint sem, hogy tévén, videón vagy interneten megnézzük. A szervezők úgy vélik, nagy létszámú érdeklődőre számíthatnak a megyeszékhely és környéke művészetek iránt érdeklődő lakossága diákjai köréből. Nyilván ez egy nulladik alkalomnak nevezem én, ez egy próba állapot. Most mindenki kipróbálja azt, hogy hogyan is működhet ez együtt. Azt gondolom, hogy tényleg, ahogy az igazgató úr mondta, és ez egy történelmi pillanat, egy nagyon hiánypótló rendezvény ez. Én belülről, ugye én a Színház és Filmészeti Egyetemnek voltam a kommunikációs vezetője hosszú ideig, tudom, hogy mennyire nincs lehetősége a művészeti egyetemistáknak arra, hogy egymással találkozzanak, és ez egy kiváló alkalom arra, hogy jövőbeni kapcsolatok is szövődjenek akár, hiszen itt lesznek a jelmeztervezők, akik a Képzőművészeti Egyetemen meg a Momén tanulnak, itt vannak a színművészeti egyetemisták, azok a rendezők, akik majd hívják magukhoz a jelmeztervezőket, vagy azok a leendő zeneszerzők, akiknek a muzsikáját majd felhasználják egy-egy előadásukban. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon sok mindenről szólhat ez az itteni találkozás, azon túl, hogy itt most munkakapcsolatok jönnek létre, és ennek a produktumát megmutatják a közönségnek, a jövőjüket is megalapozhatják, a közös jövőjüket. A jövő mindenképpen fontos, tehát ez egy komplex, pozitív megerősítés tulajdonképpen. Viszont hol tart ma a művészet oktatás? Miként látja? A Színház és Filmészeti Egyetemet ismerem közelről. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon speciális képzés, kifejezetten kis létszámú osztályok művésztanárokkal dolgoznak, tehát ez egy nagyon nagy kuriózuma az egyetemnek, de amennyi kitekintésem van, ugye ugyanígy működik ez az alkotóművészeteknél, tehát a képzőn is a szakmájuknak a legjobb mesterei oktatják a hallgatókat, és a Zeneművészeti Egyetemen és a Táncművészeti Egyetemen, ahol a Szakály Sándor a rektor, hát ennél nagyobb dolgot nem kell mondani, tehát azt gondolom, hogy speciális képzések vannak mindenhol, eléggé kis csoportos létszámban, aztán, hogy ez a világban, hogy másként működik, ezt aztán végképp nem látom. Magyar Ósi Éva animációs rendező és képzőművész előadásában a személyes történetmesélés és az intimitás különböző szemszögeivel ismerkedhettek meg a hallgatók. Igazából engem ez érdekel, amit ha meghirdettünk velem kapcsolatban programként, ez a személyes történetek. Nagyon érdekelnek az embereknek a háttértörténetei. Ez az egyik témám a kutató munkámban is. És fontosnak tartom az őszintességet, mert azt gondolom, hogy ez az egyetlen egy útja talán még annak, hogy valahol valami újat lehessen alkotni. Mire tanít egy történetmesélés? Mire tanítja az alanyt, és mire tanítja önt? Miként lehet erre reagálni, miként lehet kifejezni úgy, hogy ne legyen bántó, ugyanakkor hasznos és elfogadott lehessen? Hát azt gondolom, hogy azok a történetek, amikkel én foglalkozok, ez az intim szféra,
családi történetek, a hozzám nagyon-nagyon közel álló baráti és családi közegnek a történeteinek az elmesélése, ez egy először is egy felelősségteljes szerep, mert hogy azok a történetek, illetve azok a szereplők, akiket én az animációimban cselekvésre hívok, azok nem feltétlenül vállalnak képzőművészeti létformát. És hogy ezek a történetek, amiket elmesélek, hogyan tudnak úgy igazak és jók lenni, hogy ne adjam ki a körülöttem lévőket, ne használjam el az ő bizalmukat. És ugyanakkor aztán pedig abban látom, hogy az ember, ha egy ilyen történetet, akkor talán megnyugszik, hogy nincs egyedül a földön, vagy a világban a problémáival. Igazából én ilyen nagyon sokszor ilyen általános problémákat mesélek el. Kereszti Anna számára kihívás és felelősség alkotásait ilyen körben is megmutatni. Mi próbáltunk olyan munkákat összeszedni, ami különböző szakoknak a diplomamunkáit mutatja be, és hoztunk textiltervező szakos hallgatóktól táskát például, meg ruhadarabot. Az építész hallgatóknak diplomamunkáit hoztuk el, és egy fotószakos hallgató, több fotószakos hallgatónak vagy a fotókönyvét, vagy pedig egy anyagának egy részét. És hát ezzel próbáltuk így érzékeltetni, hogy így a MOMÉN a különböző szakok így elég sokféle területet lefednek, hogy a művészet területén, hogy nem csak egy bizonyos irányba, hanem így sokféle dolgot csinálnak a hallgatók nálunk az iskolában. Mennyit segít mostanság a 21. században egy művészeti egyetemistának maga az egyetem a tehetségek kibontakoztatásában? Véleményem szerint az egyetem az egy platform arra, hogy ismerettségeket kössünk, meg olyan emberektől tanulhassunk, vagy olyan embereket ismerhessünk meg, akivel későbbi életünk során együtt tudunk dolgozni. Szóval én inkább az egyetemet egy platformnak fogom fel, és így konkrétan a tudást azt szerintem majd így az élet során szerezzük meg. De persze, hogy sokat tanulunk az egyetemen, ez abszolút így van. Igen, a jövőképük, hiszen az nagyon fontos, hogy miként képzelik el magukat, ha végeztek, miként építik fel a művészeti karrierjüket. Hát ez egy jó kérdés. Szerintem elég sokan nem igazán vannak konkrét terveik, vannak, csak nem nagyon nehéz itthon így a művészeti szakmában úgy érvényesülni, ahogy sokan szeretnék. Hogy arányosul egy művészeti egyetemistánál a tehetség és a szorgalom? Hát nagyon sokat számít a szorgalom. A tehetség az csak egy, ezt szokták mondani, hogy ez csak mindig 20%, és a szorgalom pedig a 80. Úgyhogy hát igen, dolgozni kell sokat, és nagyon, nagyon az ismerettségeken múlik szerintem, hogy ki hova tud bekerülni. Búrján Norbert végzett szobrászművészként készen áll arra, hogy tehetségét kibontakoztassa. Mostanában eléggé bonyolult az életem, tanítok egy hatosztályos gimnáziumba, mellette nem sok időm jut arra, hogy a saját munkáimmal foglalkozzak, de nyaranta nagyon sok művésztelepre szoktam járni, különböző művésztelepekre, Tokaj mellett egy ilyen kőfaragó telepre, akkor a Velencei tó mellett csinálunk már több éve a volt tanárommal egy nemzetközi szimpóziont. Tehát így be tudok csatlakozni ilyen különböző nemzetközi szimpózionokon a lába, de akár Magyarországon is nagyon sok művésztelepre el tudok jutni, és így ki tudom teljesíteni ezeket a bennem rejlő művészeti vágyakat. Végzett diánként hogy látod, mennyit segíthet egy ilyen találkozó abban, hogy a művészeti egyetemisták egymásra találjanak, inspirálják egymást? Hú, hát az a legjobb, hogy már Pestre felmentünk a képzősökkel beszélgetni, és már ott olyan kapcsolatokat, olyan együttállásokat tudtunk létrehozni. Tehát nagyon örültem volna annak idején, amikor elkezdtem az egyetemet a korai években, hogyha ilyen találkozó lehetett volna, és ennyi emberrel, ennyi hasonló gondolkodású emberrel találkozhattam volna. Az Amici Quartet koncertjén bebizonyosodott, a Zeneművészeti Akadémia fiataljai számára is kiváló lehetőség a bemutatkozásra, a találkozó.
Szerintem ami a legfontosabb nekünk, az a tapasztalat. Azt, hogyha mondjuk most lenne egy nagyobb koncertünk, akkor ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy előtte is eljátsszuk egy kisebb közönségnek, nem pedig rögtön nagynak. És szerintem ez a legfontosabb nekünk ilyen szempontból. Mesélj erről a csapatról, miként választottak hivatást, hiszen az Művészeti Egyetem ez egy komoly foglalatosság, és a hangszeréből ítélve is egy remek csapatot alkotnak. Igen, hát mi idén kezdtük el magát a vonós négyesezést így együtt. Az első egedősünk Kort Vanessa, ő választott ki így mindenkit, akik így ismert. Volt, aki osztálytársa, a második hegedűs lány, ő egy vietnámi lány, őt úgy hívják, hogy Van. Tehát ez egy ilyen elég vegyes csapat ilyen szempontból. Akkor a cselistánk ő Anna, és mi ketten Annával elsősök vagyunk, a két hegedűs pedig már másodikas, és nekünk ez egy kötelező tantárgy, hogy vonós négyes. És nagyon fontos, mert a legnagyobb zeneirodalom az erre épült, erre az egészre, hogy kvártettezzünk, mert ilyenkor mindent ki lehet próbálni, mind technikailag, mind zeneileg. És hát Rolla Jánosnál tanulunk, és ez az első évünk, és több kurzuson is részt vettünk, most tudtuk meg, hogy majd Takács Nagy Gábor kurzusán is játszunk hétfőn, szóval ez most egy nagyon jó lehetőség ezért, mert hétfőn biztos nagyon fogunk izgulni, így meg majd biztos kevésbé fogunk, hogy most eljátszhatjuk. Pazar tehetségű mesterük van, mit lehet tőle megtanulni, és milyen jövőképet ad a nyilván a szakmai tudásunk kívül? Hát tanár urat mi nagyon szeretjük, Rolla Jánost. Ő elég szigorú, tehát azért nagyon szigorúan vesz minket, de mindig megvan az eredménye. Tehát ha az embert megdicséri, akkor tudjuk, hogy akkor valamit jól csinálunk. Nagyon sok lehetőséget ad nekünk, mint koncertek, mint ilyen versenylehetőségekben, mindig felkészít minket, külön is foglalkozik velünk, egy nagyon rugalmas ember. Most, hogy ugye már befejezte a Liszt Ferenc zenekarral ugye a működését, már ugye, hogy nem ő a koncertmester, ezért több ideje jut a tanítványaira. Szóval van, hogy hetente sokkal több órát is tart nekünk, mert ha látja azt, hogy mi akarunk dolgozni, akkor ő is szívesebben foglalkozik velünk, úgyhogy van, hogy többször is járunk hozzá. Szikora János az ötletgazda direktor köszöntőjében megfogalmazott gondolatai erre a három napra szólnak, ugyanakkor örökérvényűek. Jó dolog fiatalnak lenni, a fiatalokat támogatni, hallgatni, segíteni őket. Így újraélhető az az elementáris természeti rítus a maga vadságában, zaklatottságában, kétségekkel teli útkeresésében. Szóval kedves tavasz, ünnepeljük együtt a teremtés erejét sok humorral, munkával, egy rendkívül izgalmasnak ígérkező fesztivállal.